Sok szeretettel köszöntöm a nézőinket, én Volánszki Szonya vagyok a képernyő túloldalán, pedig Szentes Róbert. Szia Robi, szeretettel üdvözöllek. Nem könnyű témát hoztunk ma a hallgatóknak, a skizofréniáról fogunk beszélgetni, és valami oknál fogva mind a kettőnknél ez egy időben többször megjelent a gondolatok szintjén, hogy a skizofréniáról kellene egy videót csinálunk, úgyhogy gondoltunk egyet, és akkor bele is vágnék ebbe a beszélgetésbe. A skizofrénia nem mindenki számára teljesen egyértelmű, hogy mit jelent, és a köztudatban általában összekeverik a diszociatív személyiségzavarral. Ugye az 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 állapot, amikor valakiben egyszerre több személyiség is lakozik, és ezek a személyiségek akár nem is tudnak egymásról, tehát a kettő között, mint hogyha egy ilyen tudathasadásos állapot lenne. De ugye nem ez a skizofrénia, hanem a skizofrénia egy spektrumbetegség, ami több mentális és szociális zavarnak az együttes jelenlétét jelenti. Csak néhány mondatban azt, hogy mi jellemző, milyen tünetek jellemzőek elsősorban a skizofrén betegekre, hogy mások is fel tudják ismerni. Ugye a skizofrén páciensre a leginkább jellemző az, hogy a realitással teljesen vagy csak részlegesen, de elvesztette a kapcsolatát. Az érzések, a gondolatok és a cselekedetek között ugyanúgy egy ilyen kapcsolati zavar áll fenn. Inadekvált, azaz nem megfelelő érzelmek vannak jelen, vagy azoknak, vagy éppen az érzelmeknek a teljes hiánya, paranoid, bizarr téveszmék és akusztikus halucinációk jellemzik őket, a beszéd, a gondolkodás és a viselkedés az sokszor rendezetlen és kusza, alvási zavarok, észlelési zavarok, illetve nyugtalanok és zavartok azok a páciensek, akik ebben érintettek. Mindez ideig a neurobiológiai kutatások szervi elváltozást nem találtak a hagyományos terápiában, általában gyógyszerrel kezelik őket. De én arra lennék kíváncsi, Robi, hogy a te tanításaid nézőpontján keresztül miről szól ez a betegség, hogyan jön létre, és mi húzódik meg a tünetek mögött, mi történik az elmében. Ahogy említetted, ez az állapot, ez ilyen érzelmi elhidegülésként is megjelenhet, üldözési mániákként, és szeretném ezt a beszélgetést kliens-centrikussá, hallgató-centrikussá tenni. Ezt teljesen, hogy teljesen coach vagy, hogy el lehet szállni, tudod, magas röptű beszélgetésekben, de azt ilyen belső körökbe tanítom, amit szeretnék itt átadni, azt, hogy mindenre van megoldás, viszont mondok egy feltételt. A kliensnek akarni kell változni. A legtöbb ember nem akar változni. Most ez megint megfog, vagy evidensebb lesz. Tudod, hogy említettem sokszor, hogy az ember eddig nagyon hanyag volt a belső gondolataival szemben, és ezért most felelősséget kell vállalni. Tehát ha az illető, a kliens vagy a páciens tényleg gyógyulni akar és bevállalja, akkor van kiút és tényleg van gyógyulás. Ezt azért mondom, mert a skizofrén állapotban olyan szeparációk vannak, olyan asztrál-síki szeparációk vannak, hogy ez az illető sokszor üldözési mániában is szenvedhet. Igen, ez a paranoid skizofrénia. Igen. És amit itt tudni kell, hogy a címkén felül, tehát az, hogy paranoid skizofrénia, meg tehát van egy pár verzió, azt kell tudni, hogy van az az ábra, ami itt most bemutatom, hogy ahogy megyünk hegyre lejjebb ezen az ábrán is, igazándiból töredezik az elmék. A skizofrénia ebből a sötét, fekete, árnyi világból is lövöldözik ránk.
A másik oldal, amit meg szeretnék majd nézni, ez a diszociációs, vagy az identitászavar, azt hiszem így mondják. Magyarul az meg inkább a bordó mezőből jön. Az a nagyon érdekes nekem, hogy engem nagyon érdekelt ez a téma, ezt 14 éve kutatom, csinálom, és nagyon-nagyon mély problémákba mertem belemenni, tehát túl bátorság is volt, és látom azt, hogy ha az ember az elme struktúráját ismeri, akkor tényleg minden gyógyítható. És itt a skizofrén néhány, és tudom, hogy vagy gondolom, hogy lesz még több kérdésed erre, itt az árnyvilágunk, a nagyon-nagyon sötét árnyvilágunk lövöldözik ránk. Itt van az asztrál trauma, itt van rengeteg ilyen levált érzelmi testünk, őstestek, és akkor a kérdésedre válaszol, honnan erednek traumákból. Az mindig egy olyan alap, hogy tudod, hogy a traumákból erednek a dolgok, és azért is mutatom ezt az ábrát, hogy a bal oldalon ott van, hogy jelentős érzelmi események. Ezeket tettem be a Viszlát Szorongás Hello új élet kurzusba. Az történik, hogy amikor kiesünk a fényből, a fény által, a biztosított védettségből, utána egy tudat alatti és egy tudattalan akna mezőre lépünk. Ezt mi nem tudjuk. Ezek a jelentős érzelmi események az univerzális törvények alapján elkezdik ismételni magukat. Ha már ettől félünk, akkor azt is vonzunk, azt is teremtjük, ha ennek ellenállunk, akkor azt is teremtjük. Minden, amit mi nem szeretnénk a világban, azt mi aktívan teremtjük, és passzívan is, tehát tudattalanul is teremtjük. És az történik, hogy minden egy, ha belegondolsz az ilyen típusú rendellenességek, elmezavarnak hívják, hát ezért az elme be van az elakadás. Minél tovább hagytunk valamit érintetlenül és gyógyulatlanul, annál nagyobbat szól. Ha szabad így nagyon egyszerűen fogalmazni. És amikor az elme töredezik, ez már, majd beszélünk a diszociál, és a diszociatív Diszociatív angolul írott személyiségzavar, igen. szó, de nem baj, tehát értjük. Az is egy picit más, és azt is fontos tudni, hogy ez a diszociatív identitászavar és a skizofrénia szimptoma szinten sokszor hasonló. Oké, tehát azért nem is akarom túl intellektuálisan átadni ezt a tudást, mert nekem az a szándékom, hogy az emberek Érthető itt, legyen. hogy tele vagyunk traumákkal, háborús történetekkel, családi perpatvarokkal, és mind ez oda vezetett, hogy az elménk be rengeteg ilyen tároló helység van, és akkor ezek egymással küzdenek. És a skizofrénia az egy olyan rész, ahol olyan düh volt bennünk, hogy az érzelmi testünk levált, átment az asztrálsíkra, és amikor az történik, akkor támadhatóak vagyunk. És ez a skizofrénia, ez az üldözési mánia. És mit is akarok mondani, hogy elveszítik, ahogy te mondtad, a realitásukkal való kapcsolatot. Érzik, ketlenbe mennek át, eltompulnak az érzései, akár halucináció is lehet a szimptoma. Nem tudom, most értem, hogy mondják magyarul. A Lehet, tehát akkor, tünet. hogyha egy tünet, igen, gyakorlat, bocsánat, tehát akkor gyakorlatban ezt elképzelhetjük mondjuk úgy, hogy van egy személy, átél valamilyen traumát, mondjuk bántalmazva lesz valaki által, de erőteljesen. És ugye ebben a traumában ő az elméje szintjén átmegy egy ilyen gyilkosba, gyilkológépbe valami, tehát hogy létrehoz ilyen nagyon brutális árnyakat, ugye azok mennek rögtön az árnyvilágba, kezeletlenül maradnak,
közben leválik az érzelmi test is a bántalmazás során, és mivel ugye ahhoz nincs hozzányúlva, nincs rálátva, egyszer csak feltörnek a mélyből, és létrehozzák ezeket a tüneteket, mint ezek a halucinációk például, vagy az üldöztetéses mánia. Jól értelmeztem? Igen, és vannak még plusz rétegek. Ezek a plusz rétegek igazán okozzák az igazi bajt. És mindenki, tudod, hogy mondtam, mindenki kapott már egy-két taslit. Ezt kiheverjük. Amit nem heverünk ki, az az érzelmi világunkban az igazságtalanság ezzel szemben. A trauma nem akkor történik csak, amikor minket bántanak, hanem utána az elmében, ahogy a köröző gondolatok és a magunkban ennek a szortírozatlansága folytatódik. Tehát a gondolat, ami jön, hogy fú, az első gondolat egy traumába, hogy hogy éljem túl. Itt veszély van, stratégiázok, tudod, az elmének egy funkciója van, egy és egy funkció, minket biztonságba tartson. Ezt a biztonságot, ezt félreértelmeztük, már az elme is, ad sok-sok-sok-sok traumánk miatt. Tehát ez a gondolat, hogy hova menjek, hú, ez itt rossz, ez itt kellemetlen, kiút, keresem a kiutat, keresem a biztonságot. Utána általában, amikor vége van, vagy túl sokáig tart, akkor jön a gondolatról. Ez tesz minket tönkre. Oké? És az történik, hogy ott van az elme, ez egy nagyon gyors, mint egy fénysebességű szuperkomputer. Oké, jön a támadás, hova menjek? Mi a legbiztonságosabb kiút? Utána jön egy úgynevezett, ez a nem, már megvan vagy az üs, vagy a fuss, vagy a freeze, ez a lefagyás, és utána ennek a gondolat, akkor már az ego is beszól. Hát hogy lehet ilyet csinálni? Ez hihetetlen, hogy mi folyik itt ezen a földön. És akkor elkezdünk örjöngetni. Gerjesztjük magunkat, és töredezzük szét az elmét. Ahogy mondtam, minden traumában, főleg ilyen fizikai bántalmazásoknál, meg szexuális bántalmazásoknál, mi nem rögtön, de egy kis idővel később, ha most le tudjuk lassítani az időt, kinyírjuk a támadót. Ez jogos, ezt mindig mondtam a klienseimnek is, meg tudod az expert coachon belül is, hogy ez egy olyan funkció, ami egy fontos funkció, mert kiálltunk magunkért, ez csak egy elmei program volt, viszont az ego ezt ellenünk használja. Innen jön a bűntudat. Már nem csak az bántott, nem csak apa, vagy anya, vagy más bántott minket, hanem már nekünk is az ego is támad ránk, és azt történik, hogy minden rossz, Szonya, bűntudatból ered. Próbálunk, a legnagyobb problémája az emberiségnek mindig az volt, hogy nem tudtunk hogyan túllépni a bűntudatunkon. És amikor az elme elkezd töredezni, és minél erősebb a trauma, akkor, ahogy az érzelemtest levál, portálok nyílnak meg bennünk, és az asztrál síkról támadások érhetnek minket, és akkor ez a skizofrénia. Miért van az, hogy... Bocsáss meg, ne arra, magyar. Mondj csak. Miért van az, hogy az egyik... Tehát, hogy ugyanaz a trauma, vegyünk mondjuk most egy szexuális traumát. Az egyik embernél a skizofréniát okoz, a másiknál mondjuk mellrákot. Mi dönti ezt el ebben a folyamatban? Az elmében nagyon sok program van, és mi nem úgy születünk, hogy szűz elmével, hanem hozzuk a múltat. És minden múltbeli emlék, konfliktus, vagy már helyre rakott dolog az ott van. Tehát az elme nem csak arra szól, hogy trauma, hanem arra is, hogy ezt már megoldottuk, és ezt már tudjuk kezelni. Attól függ, hogy ki hol járt eddig. És sokunknak már több millió inkarnációja volt, és azok a történetek, azok az inkarnációs meg őstörténetek is befolyásolják, hogy hogyan reagálunk. A lélekszinten, amikor mi felvállaljuk ezt az inkarnációs feladatot, mindenki más erről jön, és másképp élte meg a dolgokat. Az lenne a cél,
hogy mindenki mindent meggyógyít, és emelkedünk, és a fényben jól leszünk. Most ezt te is látod, hogy itt a harmadik dimenzióban élni, egy fizikai testet cipelni, kezelni, ápolni azért az nagyon, nagyon egy kihívás, mert ugyanakkor a saját elménk, a saját egónk is befolyásolja a testet, és ez a tudás ez nem volt megosztva. Tehát ez attól függ, hogy ki honnan jön. Jó? Mi a Mindjárt háttere? világos. Oké. Értem. És megválaszoltam így nagyjából a... Igen, Jó. megválaszoltad. Oké. Köszönöm szépen. És a Oké. következő kérdésem az eleve az lett volna, amit azért eddig már egy kicsit így érintettünk, hogy ugye ez a híres és hírett disszociatív személyiségzavar, amikor több személyiség van jelen egyszerre az emberben, erről már jó kis filmek készültek, hogy az ember el tudja képzelni, hogy hogyan működik ez a személyiségzavar, és akkor ott van mellette a skizofrénia. Mik a különbözőségek a kettő között, vagy mik a markáns jegyei egyiknek és másiknak? Ha az elmei diszfunkciót nézzük. A diszociatív identitás zavarban van egy ilyen alter személyiségek, ezt hangolják, hogy alter ego, alter ego. Ha nagyon egyszerűen szeretnék fogalmazni, akkor nagyon sok skizofréniától szenvedő egyén érzelemmentes, rideggé válik, teljesen elhidegült, amíg a diszociál nem jut eszembe, vagy ez olyan fura, mikor Diszociatív. Nem diszociatív baj. identitás, oké. Addig ők erősen éreznek. Tehát a skizofrénia általában teljesen érzelemmentes, sokszor nem is tudják, hogy neki bajuk van, és sokszor ez úgy jön át, hogy még hárítanak is vele, mint semmi baj, minden oké. Ez normális, hogy én tök rideg vagyok a világ felé, hogy semmi empátia nincs bennem, hogy ezek viszont a diszociatív identitás zavarba szenvedők pedig azt, hogy éreznek, dühösek, feszültek, tehát teljesen egy hidegség, és van egy nagyon egy nem agresszív, hanem egy érzelemmel töltött a világ. A technikailag az is a különbség, hogy mondtuk, hogy a skizofrénia általában egy asztrál árnytámadással is bír, amíg a diszociatív, a identitászavar meg általában csak részkonfliktusoknak egy halmaza. Mindenkiben rengeteg árny van, tehát ezt te is tudod, csak ők még nem süllyedtek le erre a szintre. Tehát itt, aki már, ez egyik nagyon nehéz gyógyítani, a tradicionális dolgokkal, főleg, hogyha nincs egy úgynevezett olyan kliens, aki szeretne gyógyulni. Mikor már az ember itt van, akkor már több tízezer megoldatlan problémája van. És eddig az emberiségnek, mondok egy kicsit, egy meta rálátás, mert tényleg ez most fontos. Főleg itt az új föld, új világ kezdetén, hogy akarva akaratlanul egy nagyon komoly áldozati szerepbe képzeltük magunkat. És ez az áldozati szerepe, én is meg ott belestem, hogy miért én, meg mi folyik itt, meg tudod, mindenki hülye. De aki itt van már ebben a skizofrén állapotban, ő nagyon elhanyagolta a gondolatait. Minden gyógyítható, de a legtöbb ember itt már annyira el van gyengülve, hogy már nem akar lábra állni. Már majdnem hogy. Hát, ahogy említettem az elején, hogy van ez a betegség előny, és ez a kedély előny, hogy itt szeretik ezt az állapotot, ez egy kicsit nem furán hangzik, megmondom, mire gondolok itt. Én dolgoztam az Egyesült Államokban ilyenekkel, és mindig volt egy olyan felső határa, hogy oké, ennyi elég, már jobban vagyok, de nem akarok túl jól lenni, mert akkor a táppénz vagy tőle. És így gondolkodott eddig az ember. Nem akarok jól lenni, mert akkor kapok táppénzt, mert akkor tudom a családot csicskáztatni, ugráltatni, zsarolni, tudod, ez a szívtörést, amely érzelmi zsarolással kontrollálják a világot. Tehát nagyon sok ilyen betegség, amit az ember nem tud ezt tudni. Aki itt van, az csak szimplán, ez is ugye traumából ered, és az érzelmei
nagyon intenzívek, és akkor ezek a részek, ezek a különféle személyiségek, ezek vagy tudnak egymástól, vagy nem, és kibeugrál ezekből az identitásokból. Na most, melyik a jobb, melyik a rosszabb? Hát számomra én ezt mondanám, hogy a skizofrén állapot az már sokkal veszélyesebb, mert itt már asztrál támadások vannak, és aki ismeri igazán az energetikát, meg ezeket az asztrál támadásokat, az tudja, hogy aztán az minden, csak nem kellemes. Mindent lehet, tudod, én is csináltam most ezeket a tisztító szubliminálisokat, az átok le választást, és akkor most a pici technikai leszek, mert már tudom, hogy te szereted ezt a témát. A disszociatív identitás zavar az egy nagyon erős konfliktus halmaz. Szaknyelvek azt mondják, hogy maximum 10 személyiség van, én láttam már több ezret, csak nem tudunk róla. Oké, semmi. Oké, okay. Lehet, hogy egyszerre annyit tud az illető felhozni. Itt igazán ez a töredezett elme, ezeket részintegrációkkal, tudod, a nagy technikával, és amit a viszlát szorongásban van, ezeket lehet gyógyítani. Itt viszont, itt már az ego őrjöng, és itt a halállal játszik. Itt jelen van a halál. Emlékszel, sokat beszéltünk már az ego ...nak ez a halál, vagy egy pillanatot kérek, mert angolról fordítom, a kísértés, a halállal való játszadozása és a kísértése. Ezeknél az embereknél a skizofrén világban ez ott van. És ez egy eszmény, ide tényleg profi mentorok kellenek. Ezt te is most már látod, hogy tudod, hogy a kvantum kurzusban is nálam, meg az expert coachot így befejezted, hogy ez aztán egy profi cirkusz, amit vagy ez a profi pszichopata egónknak egy eszméletlen, egy nagyon jó kitervezett, egy ilyen labirintus és útvesztője, aki még disszociatív identitászavarban szenved, az még nem járt ilyen mélyen. Tehát annak könnyebb, gyorsabb a gyógyulás. Hogyha lehet így a coach meg a gyógyító szemszögéből nézni. Sokszor esett már szó ugye a töredezett elméről, és szeretnének megkérni, hogy egy picit ilyen gyakorlati példával, vagy valahogyan magyarázza nekünk, mert tudom, hogy sokak számára az egy érthetetlen fogalom, mert nehéz összetenni azt, hogy az elme az hogy tud ugye megtöredezni, de hogy hogyan jön létre, és milyen részekre tud szakadni, és hogy ezek hogyan jelentkeznek bennünk, hogyan nyilvánulnak meg. Oké. Mondok egy egyszerűt. Ugye minden traumából ered. Tényleg, hogyha ezt az ember tudatosítja, és bármi elakadás van az életén, vagy a fizikai síkon, akkor van egy olyan első kérdés, hogy milyen trauma vezetett ide. Lehet, hogy nem fogják tudni választ, de az már nyerekbe teszi őket. Bármikor, mikor minket bántanak. És azt is tudni kell, hogy rengeteg ősi trauma jön most ki rajtunk. Lehet, hogy nem mi éltük át, viszont ott ezek a DNS-ünkben háborúk, csaták, csak a rengeteg rossz emlék, ami eddig volt, az is most jön ki mindenkinek. És az égiek ezt direkt csinálják, hogy az ember tudja csak ezeket feloldani az elméjén keresztül. Tehát minket kértek meg, hogy takarítsuk ki ezt az energetikai káoszt, amit mi az elménkkel csináltuk tudattalanul. Az történik, hogy minden traumában mi elutasítunk jó pár erőforrás, de erről beszéltem ugye mind a viszlát szorongásban, mind pedig a másik tréningkurzusban, elutasítjuk a személyes erőnket. Ezt mi nem tudjuk. Mi nem érezzük magunkat biztonságban, akkor azt mondjuk, a biztonság nem létezik. Ezt is bármennyire furcsa elutasítjuk. Amire azt mondjuk, hogy nem létezik, az el lesz utasítva. Akkor azt mondjuk, hogy a szeretet se létezik, mert hát aki szeret, az nem így viselkedik, akkor ez se létezik, akkor a szerelem az hamis, az egy hamis fogalom. És azt mondják, hogy minden, ami ilyen hiedelmekbe bugyolálunk, leválik rólunk, és átmegy egy saját önálló életet élő részbe. Ez a töredezett elme. Tehát most itt vagyunk egy háromdimenziós testbe, és nem tudjuk, hogy körülöttünk van több tízezer levált részecske, aki beszél. Vigyázz, én a biztonságodat próbálom megadni. Jó, hagyjál már.
Termegyez meg a szeretet. És mindenki ez a szeretet hiányos, biztonság hiányos, védelem hiányos, erő hiányos, ebből van nagyon sok részünk, elkezd minket, azaz magát védeni. És mindegyik előbb-utóbb, elég hamar a leválás után azt hiszi, és ez a nagyon fontos dolog, hogy ő irányítja a rendszert. Itt egy részünk, ami a biztonságot keresi. Ő nem érzi magát biztonságban, viszont innen próbálja uralni a mi életünket. Ez az elménknek egy töredék, egy levált, töredezett része. Még akkor is, ha logikusan meg tudjuk magyarázni, azért csináltam a nagy technikát, hogy ezeket a levált részeket hozzuk haza, hogy ne ellenünk adjanak tanácsot. És ugye, ahogy említettem, a legnagyobb bajunk, hogy szeretetet keresünk, biztonságot keresünk, a személyes erőnket keressük, ez nem evidens, viszont 10.000 részre le van válva, töredezett, olyan, mintha egy téglát bedobtunk volna egy kirakatba, és akkor ezt takaríts fel. És az a lényeg, hogy mikor az elmét integráljuk vissza, ezeket a törött kis üvegeket, meg mozaik darabokat visszaragasztjuk, és összerakjuk a képet. Magyarul ezek a levált, töredezett cségeink, a saját részeink úgy abban a hiedelemben vannak, hogy ők felelősek a rendszerért, amit ők tudnak, csak az a tuti, csak ez, és akkor belehűlünk ebbe a sok konfliktusba. Erre kell a részintegráció. Aki ismeri a nagy technikámat, az is jó, hogy innen mi hiányzik. Beszélünk ezekkel a részekkel, és azzal visszaengedjük igazándiból a mi energiamezőnkbe. A skizofréniánál ugye ezek az akusztikus hallucinációk, magyarul azok a beszédhangok, amiket ők hallanak a fejükben, ezek azok az ő töredezett részeik, akik kvázi így beszélnek hozzájuk? Igen. És akkor ez itt jön az ütős rész, és akkor az ego támadása is. Az ego az egy, ugye az az ördög, az egy eszméletlen sokmester. Mikor látja, hogy valakit ennyire jól bekebelezett, utána rágyújt egy pipára, és elkezdi szadizni. Ezek a hangok nem feltétlenül csak a biztonságot kereső, meg a szeretet kereső hangok, hanem már az egónak is a támadásai. Tehát ezért nehéz a kettőt úgy teljesen szétszeparálni, tényleg vannak ugyan olyan dolgok, amik átfedik egymást. Aki hangokat hall, az igazándiból az a saját elmei hangját hallja, általában az ego hangját. Most ezt mit csinál, ugye eddig mit csináltunk? Eddig próbáltuk gyógyszerrel elnyomni. Semmi bajom a gyógyszerrel, mert nagyon sok ember nincs azon a tudatossági szinten, és nincs meg az az akaraterejével, az a DNS kapacitása, programozása, hogy ebből ki akarjam szállni. Tehát erről beszélve nagyon sok ember szeret, idézőjelben nem szeret, tehát de tényleg neki tetszik a problémát, csak ezt nem tudja. És akkor erről beszéltem a minap az Expert Coachba, hagytam egy hangüzenetet, hogy az emberek krónikusan kapcsolódnak és ragaszkodnak a szenvedéshez. Ez az egónak egy eszméletlen profi programja. És akkor ennek van több száz aspektusa. És ezt nem tudjuk, amíg már azt mondjuk, hogy már miért szenvedek? Hát azért, mert az egó erre programoz. Ezt játszhatja a levelet. És akkor ezután, miközben azt mondja, hogy nem akarok többet szenvedni, akkor kezdődik meg az igazi önmunka, akkor esünk be ebbe a kígyóverembe. Na mindegy, tehát az a lényeg, hogy ezek a hangok, ezek már a halál játszmái az egónak. Ezért kell nagyon profin ismerni a mély pszichológiát. Ide kellene profi mentorok, azt mondja, hogy kezd összeállni a kép. Most már hála Istennek egyre több kedves, intelligens megjegyzést látok én is, mert eddig ez egy olyan számomra evidens és egyszerű dolog volt, de a legtöbb embernek egy kicsit úgy elsiklott a feje fölött, és most, hogy az égiek követelik az emberektől, hogy ébredjenek fel, és vállaljanak felelősséget magukért, és a DNS-en keresztül aktiválnak minket, majd egy eszméletlen komoly felébredés folyik most a Földön, egyre inkább a fejükhöz kapnak, hogy mondják, te jó ég, azért van mit takarítani. Így van.
Nagyon érdekelne még személy szerint az a kérdés, hogy ugye a paranoid skizofréniában van egy olyan tünet, az egy dolog, hogy ugye ilyen üldöztetéses téveszméik vannak, tehát azt gondolják, hogy valaki őket el akarja tenni láb alól, de ezen belül is van egy olyan közös halmaz, hogy azt gondolják, és ez nagyon sokszor előfordul, hogy őket megmérgezték. És még miközben, ugye azért trauma és trauma más, és nyilvánvalóan minden skizofrén beteg más traumákat él át, és máshonnan ered az ő töredezett elméjük és az ő asztráltámadásuk, de valahogy mégis van egy ilyen közös pont, hogy azt gondolják, hogy őket megmérgezték valamilyen formában. De ez van-e valami gondolatot, hogy ez miért lehet? Ha nagyon gyorsan akarunk gyógyulni, akkor ismerni kell az ego pszichopata pszichológiáját. Eszméletlen mély, eszméletlen trükkös. De elmondom itt a gyors trükköt. Mindent billentsünk át az ellenkezőjére. Ő kit mérgezett meg egy múlt életben, és nem bocsájtott meg magának. Ennyire egyszerű. És akkor erre vannak technikák. Tudod, van a perceptual position, meg ezek, és akkor mondja, ha te megmérgeztél volna valakit, nem kell feltétlenül beletolni az ember arcába, vagy találkozni egy olyan emberrel, aki, ez egy már diszociatív vagy gyógyító technika, elmondom neked, hogy ha te találkozz egy olyan ember, aki ebben szenved, és úgy érzi, hogy őt megmérgezték, de rájönnél arra, hogy ő mérgezett meg mást, hogy gyógyítanád meg, milyen tanácsot adnál neki. És akkor ez a kvantum kvadránsos, ez a úgynevezett a learning position, a tanító pozícióból, ha ő tanácsot ad egy hasonló energiájú embernek, akkor ezzel gyógyítja magát. Ez mondom, mindenre van kiút, csak ismerni kell ezeket a finom trükköket. Hát azt hiszem, hogy ezt te érted, ugye, hogy egy jó coach az nem csak kérdez, hanem előfeltételez és tudja, hogy ez miből ered, és ez onnan ered, hogy megbocsájthatatlan támadásai vannak, gyilkosságai vannak, és lehet, hogy csak az elmében. Ez a lényeg, hogy az elme nem tud különbséget tenni a fizikailag megtett dolgok és az elképzelt dolgok között, és sokszor a saját gondolataink őrülünk bele. Ha nagyon-nagyon fel akarok lenni az emberiséghez, akkor azt kell mondanom, hogy nem csinálta semmi rosszat, egy hibát követtél el, hogy nem takarítottad ki az elmédet, és mindig lehet ezt bepótolni. Ez a lényeg. Majdnem minden csak egy gondolat, minden egy energia. Itt fentről senki nem haragszik ránk, hanem oda vannak értünk, hogy milyen bátrak vagyunk, ugye a föld legkihívóbb iskolájában itt tudod, hogy próbálunk tánclépéseket tanulni, de ez a mérgezés, a haláltól való félelem, ezek elég hasonló kategóriájuk. Nincs problémánk, ha nincs bűntudatunk. Mi az, amit mi még nem bocsájtottunk meg magunknak? És Tudod, ez minden témakörben, minden. mindenhol, nem csak így van. És ezért csináltam a nagy technikát, hogy tudod, récselünk a másikkal, megbocsájtok, imádlak, mindegy, de magunkkal, ez a lényeg. És mikor szeretlek, megbocsájtok neked, te is ártatlan vagy, az ártatlanság oltja ki az ego támadásait, ami bűntudatról szól, ártatlanság, bűntudat, ellenpólusok. Azért ezt tudni kell. Tehát ha már ezt a pár lépést tudja az ember, akkor is már még lehet, hogy nincs rálátása még kvantum mélységekre, de van kívül. Jó. Tehát és tudod, én is több 10 000 utaztatást csináltam, meg a Dolores Cannon technikáját, meg az NLP, meg ebből összerakott technikát, meg stb. És mindig ez van. Legesleg belül mi olyanokat csináltunk, vagy legalábbis képzeltünk, hogy csináltunk, lehet, hogy abszolút nem is igaz, de mi ezt hisszük, hogy a fel nem oldott bűntudat miatt kompenzálunk, és ilyen furcsa, irracionális félelmekként jön elő. Értem. Még két dolog jutott az eszembe, és most nem is tudom hirtelen melyiket kérdezzem. Az egyik az, hogy ugye a skizofréneknél megfigyelhető ez az érzelmi elsivárosodás, tehát mint hogyha nem lennének érzelmeik, vagy annyira nem helyén való érzelmeik vannak, mint hogy például valaki saját anyjának a haláláról képes hangosan nevetve beszélni.
És az én eredeti kérdésem az lett volna, de én arra gondolom, hogy félig meddig azért megsúgtad nekünk, hogy honnan ered ugye ez az érzelmi elsivárosodás, de akkor valószínűleg onnan, hogy az érzelmi test az leválik a trauma során, mert hogy annyira sérül, hogy köszöni szépen, de inkább szeparálódik, és emiatt nincsen kapcsolata az érzelmei között, tehát mondjuk egy tök jó technika lehet a skizofréneknél az érzelmi testet integrálni. Ezt Így jól van. gondolom? Jó. Igen, az egy minimum, de ott vannak olyanok, hogy a skizofréniánál már, ahogy tudod veled is, a kvantum kurzusban beszélünk sokat tőárnyakról, tőtraumákról, itt a DNS árnyak is, bocsánat, még rezegnek. És ezek a DNS árnyak, ezek nagyon-nagyon nagyon kacifántosak, sokkal komplexebbek, mint a tőárnyvilágunk, vagy a sötét árnyvilágunk, és ahogy tudod, beszéltük, az érzelmi testet integrálni kell természetesen, viszont a DNS-ünkben is vannak olyan programok, hogy aktiválódnak ezek az élet-halál harc, vagy az élet és a halál közötti választásunknak a logikája eltorzul. Nagyon sok, aki itt van, ugye, hogy az ego szereti a halálnak az energiát tolni, belemegy ebbe a DNS struktúrába, és elkezdi ezt a sötét, tud ez a francia noir, elkezdi bálványozni. Az a nagyon nehéz a mi gyógyulásban, és most az emberiség eljutott egy olyan, hogy mondjam, egy törzsfejlődési szintre, hogy nincs kiút. Az ember tényleg vagy megtanulja, persze egyedül nem fog menni mentorokkal, és kitakarítja az elméjét, vagy rosszul lesz, de nagyon rosszul lesz. Az a lényeg, hogy ilyenkor ezek a DNS árnyak is jelent, hogy aktívan feljönnek a felszínre, és aki ebbe a skizofrén, tudod, világban él, ott nagyon mélyre kell menni. Nagyon mélyre kell menni. Van még egy valami, csak most elfelejtettem az eredeti kérdést. Tehát fel légy szíves, mert intuitívan érzem. Hogy az érzelmi elsivárosodás, Ja, ugye az az igen. érzelmi testnek a leválása miatt történik, ez volt a Igen. kérdés. Oké. Jó, ezt köszönöm, hogy mondtad. Az embernek igazán egy fegyvere van, nem fegyver, egy eszköze van, egy fegyvere van minden támadása, az a szíve. Oké. Na most a szívet 10 millió részre szétszadíztuk. Ezt az emberek nem tudják. A szívet, a törött szív traumáját te már ismered, az előtt aztán az kemény cirkusz, és hány helyre szét van szórva az információ. Ez olyan, mint a lehetetlen misszió. Ide rohansz, felveszed a telefont, rohansz a következő állomásra, és rakjuk össze ezt a mozaikot. Akkor itt van egy olyan árnyvilág, amit úgy hívunk, hogy a hidegség és a hideg szívűség. Ez aktiválódik. Amikor az érzelmi test levál, utána az ego be tud jönni, beékeli magát, és aktiválja ezt a több tízezer trükköt, amiről a legtöbb embernek gőze nincs. Ez a legnagyobb bajunk, hogy nem tudjuk, milyen mi az ember. Te ott vagy, ahogy tudom, a kvantumkurzusomban látod, ez tényleg egy nagy sakkmester. Jó, tehát ez a lényeg, hogy utána aktiválódnak ezek az emberellenes, empátia hiányos, ilyen igazán nagyon mély szívellenes a árnyaink, és akkor pont emiatt, aki nem mer mélyre menni, és nem ismeri ennek a világnak ezt az invertált logikáját, az nem fog tudni kiszállni. Ezek a nagyon mély árnyaink, ugye a DNS meg tőárnyak, olyanok, mintha kollektív árnyak lennének, csak ugye kell valami trigger föntről, ami miatt mi elkezdjük azt az árnyat idézőjelben, de éltetni az árnyékunkban. Igen. Erről van szó. Ja. Hát, Utolsó kérdésem, igen? csak egy Bocsánat. gyors gondolat, hogy azok irányítják az egész életünket, ezek fölött ott vannak a tőárnyak, tőtraumák, utána vannak a tudod, az az ábra, amit már többször mutattam, így az interneten, meg a... És minden innen jön, de ezeket nem lehet megoldani elsőre, mert ugyanúgy visszatermelődik, mivel fölötte van még több ezer más réteg. És azért nehéz az önmunka, mert legszebben az egészet így átfestenénk, de nem lehet. Az univerzum egy-egy dolgot kér tőlünk,
hogy evolúció, törzsfejlődés. Tanuld meg, hogy ez a logika ide vezet, ha nem tetszik a végeredmény, semmi gond, bontsuk le, és építsük fel másképp. De amikor nem tudjuk ennek a logikát, a DNS árnyakat, a tőárnyakat, a traumákat, stb., akkor félúton azt hiszük, hogy kész vagyunk, és tovább. Tehát felkészületlenek vagyunk, és beavatatlanok maradunk. Jó, köszönöm. És a legvégső kérdésem még, mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy neked erre mi jön le. Beszéltünk itt a mérgezéses félelmekről, ugye az üldöztetéses tünetek kapcsán, és aztán, ahogy említetted, hogy ilyenkor ugye föl kell tenni azt a kérdést, hogy én kit mérgeztem meg, tehát hogy nyilván az érintett beteg ezt tegye föl magának ezt a kérdést, és nekem erre valahogy erre ugye a mérgező személyiségek ugrottak be, hogy ezzel is lehet valahogy, tehát ugye szoktuk emberekre mondani, hogy olyan mérgező, hogy úgy érezzük, hogy így megfulladunk, elveszünk, leértékelődik a önmagunk, az önbecsülésünk, mindenünk, és ugye ezekre az emberekre szoktuk azt mondani, hogy ők mérgezőek. Lehet ez is kicsit így mögötte, vagy én már ezt túl gondolom, és túl aszociálom? Ha belegondolsz, az egész világ energia. Most már, ezt említettem belső körökben, de itt is megemlítem, mert nem az a cél, hogy az emberekbe az egónak hagyni tovább táplálni a bűntudatot és a szégyent, hanem rájönni arra, hogy mindenki volt már minden, és mindenki csinált már mindent. Azért mondom én is, hogy az emberek pofájában, hogy te vagy a narcisztikus, gyógyíts már meg, mert tudom, már mindenki volt minden, ez a szendeszűz, tudod, tanfolyam már, érjen már véget. Na, és mérgező. Ha belegondolsz, most tudod, nagyon fontos alkalmazni a NLP hallás és érzékelésnek itt, hogy mérgező. Most ebbe benne lehet olyan történet módból, hogy valakit megmérgeztünk, ez egy opció. És akkor ennek vannak finom energiái. A másik meg, nagyon sokan voltunk, főleg a csillagmagok, mert mindenféle ilyen varázsló, meg bosszi. Oké. Lehet, hogy véletlenül, vagy szándékosan megmérgeztünk valakit. És akkor az ennek a kiheveretlen bűntudata hozza be a következő inkarnációkba a mérgező kapcsolatokat. Oké? Okay? Az már nagyon fontos, a szó környezet. Lehet, hogy nem így van, de ha ismered az elme logikáját, akkor ez egy előfeltételezés. Elő lehet feltételezni, már mindenki volt, bosszi meg, tudod, Lotus Factus, és akkor azt a bűntudatot, amit még ott nem oldottunk fel, mert valami nem sikerült, vagy valami, tudod, lehet, hogy letámadtunk valakit, vagy meg, azt kell, erre nagyon jó például a nagy technika, azt kell meggyógyítani. Ha azt meggyógyítjuk, akkor bármi, ami utána jön, azok kompenzációk. Meggyógyít a kompenzációt, és utána nem lehet problémád. Utána beindul az élet. Tehát ki mérgezett meg eddig mást? Mindenki, mindenkit. De mondom, mindenkit kiírtunk. Tudod, a postás nem a kutya harapta meg, hanem mi. Tehát ma olyan szint. Jó? Az a lényeg, hogy nem szabad félni ezektől az energiáktól, mert az égiek nem azt kérik tőlünk, hogy csúszunk, mászunk, meg kúszunk szégyenünkbe, hanem hozzuk a felszínre, hogy ez része a teljességnek, része a teremtésnek, és amit mi eddig elnyomtunk meg, másba láttunk, meg filmeken láttunk, moziban láttunk, az magunkon keresztül gyógyítsuk meg. Ezért mondtam, enyém, tiéd nem számít. Megjelenik rajtad akkor a te felelősség. És ezt kérik fentről. Hogy honnan jön, ne foglalkozz vele. Azt majd mi megoldjuk. Te, hogy a legerősebb lény, az elméden keresztül tudod csak megszabadítani az univerzumot és ezt a bolygót a rossz programozásoktól. Igen, és épp itt az ideje, hogy ezt végre el is higgyük magunkról, hogy Igen, hát mire aki ezt vagyunk nem hiszi képesek. el, az most az égiek egy kicsit a satúba beteszik, és szorítanak egy pár Jó, Robin, nagyon izgalmas volt. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon hálásan köszönöm. Neked is.
És hát köszönöm mindenkinek a figyelmét. Remélem, hogy hamarosan találkozunk. Szép estét mindenkinek, és szép Köszönöm napot neked szépen, is, szép Robi. estét, szia! Szia, Robi. Sziasztok!